A mészó főtállóak az uszomnászák uszama, Magrészó kalatból. A játékok a fummetté szűtőte ki. A mészó tálóak a vikjú játék, Hószakusz keleki játék kapuász. A mészó tálóak az emészpóti bészóta kapuétáj. A mészó tálóak az aljaszakúj kájftém. A nyári szellő simogat. A műsorszám támogatója a Terrán tetőcserép. A szavaszi mozolás megkétű, íze szakú Mike White. Mi van itt? Mi lesz itt, kérem szépen? Szép jó reggelt! Itt vagyunk a Sportmax Hegyvidék Sportcsarnokban. Hát vasárnap délelőtt van, akkor csak is a TV2 és csak is az egészséges életmód jegyében tölthetjük el a mai közel egy órát is. Hú, mi már kimelegettünk, kérem szépen, hogy önök is kimelegedjenek, hamarosan Pesut Rita tart nekünk egy pár perces kis bemelegítést, hogy kimelegedjünk, értik? Na, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy azért gyűltünk ma össze, hogy a mai hat csapat megbirkózzon, megmérkőzzön egymással, hiszen 1 millió forint, ez a játék fődíja, amiért a csapatok harcba szálltak, és természetesen rengeteg külön díj, rengeteg tárgynyeremény vár minden iskolára, aki itt a Nagyvágyban szerepel, üres kézzel biztosan nem távozik tőlünk, ha más nem, élményekkel gazdagodik. Nézzük a csapatokat, mely az a hat csapat, aki ma felvonul a hat különböző színben. Világ... Az ötödik helyezett Mythic Wikiú játék alaték mutak. A kapjából a Voskuszpót 5000 folytékét be Vazalászló Tuahis, és a Wikiú játék 5000 folytékét be alatékó Tuahis. A játeszkén, de a pakúja szumjuszka kalatpakka. Föltész bejövök a Miklinuszpa, az Oxetó teszpi alópa. A pószknapata a Knipi plászó tepet palotú főetbe. A nyoszaktüme. A pószknapata a Miklinuszpa, az Oteka moepet megfőtömi. Az ötödik eljeszett a készpéi kiknyen veleszó tempet. A lakvédnére. A pószknapata az Eszópaszió klubó tempet, az Afpató tempet. A pószknapata a parfümétia tűzik, a közszakúi kajftémi jó átápó. Valati a állaték mutak, a lunnemi idumező kajftémi jó átápó. Egy fakész állaték mutak, az ekkenalszak kajftémi jó átápó. És egy állaték mutak, az uszamnalszak jó átápó. Azt is, a mágikus sípszó, ami azt jelenti, hogy felharsannak a dudák és a hangszálak a nézőtéren a feszült figyelem után. Nézzük a pici lánykák közül, ki a legügyesebb. Megvan a piros, megvan a türkiszkék csapat, megvan a fehér csapat, a szentesiek, a mosonmagyaróváriak, a noszvaiak, a szekszárdiak. Jaj, de ügyesek a lányok. Hoppá! Azt egy picit benéztem, a noszvai lányka még nem rúgott gólt, na de már most ez mind múlt idő, tehát megvan a második találat, itt a szekszárdiaknál megvan az első, a noszvaiaknál megvan a második, a szentesieknél majdnem. Időközben meg lehetett volna a Budapest első kerületi csapatának is a második találata. Most egyelőre a második lasztival bíbelődnek. Minél távolabb kerülünk, annál inkább koncentrálni kell. Nincs meg sajnos a pici nyíregyházi kislánynak, nincs meg az első találat. Időközben a szekszárdiak gyönyörűen játszanak. Szerintem focistákkal tönte tele Vince Otto a csapatát. A negyedik vonalról jön a negyedik találat, kísérlet sajnos csak. A szentesiek harmadik találata jöhet, ne. Megvan a nyíregyháziak következő gólja, és Vince Otto jön a piros szekszárdi csapatnál, mint befejező ember. Versengenek az utolsó labdával, az utolsó dugóval, az utolsó góllal, az utolsó mindent eldöntő góllal. Kinek lesz meg hamarabb? Ottónak is repül a labdája mindenfelé.
és időközben szépen megúszva a budapesti csapat is felszökött már az ötödik vonalra. És Vince Otto most bedarálta! De sajnos a szekszárdi csapat mire összeszedte magát? Addigra a mosonmagyaróváriak leiskolázták őket. Harmadiként érnek be a noszvaiak. Nyíregyháziak is nagyon feljöttek, most vannak meg! Nagyon szépen feljöttek a negyedik helyre. A türkisz csapat nagyon erősen kezdett. Nem is csoda, hiszen rengeteget készültek. Erről egy kis versikét is írtak.